Mibolya, köszönöm szépen, hogy újra elfogadtad a meghívásomat. Hát nem titok, hogy rengetegen megnézték azt, amikor arról beszélgettünk veled, hogy készüljünk fel a tavaszra. De amiért most meghívtalak, annak van egy konkrét apropója, ezt is elárulom, hogy láttam egy posztodat, tartottál Nyíregyházán egy előadást, hogy a táplálkozás és a viselkedés összefüggése. És ez nekem nagyon felkeltette a figyelmemet, és azt gondolom, és ebben már meg is erősítettél, hogy ez azért méltatlanul el van feledve. Igen. Mert azt tudjuk, hogy ha sokat teszünk, akkor kövérek leszünk, meg nehogy Isten cukorbetegek, de hogy idegesek, viselkedészavarosak, figyelemzavarosak, főleg a gyerekek, erre szerintem nem vetül elég fény. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy erről én kérdezhetlek. Örülök, Tamás, hogy ismételten itt lehetek, és átadhatok néhány gondolatot. És igen, az a poszt, az egy viszonylag szűk körnek készült, ennek ellenére viszonylag nagy érdeklődést is tapasztaltuk, ugyanis néhány barátnőm tanítónőként dolgozik, vagy tanárként, óvónőként, és ez a poszt is elsősorban a pedagógusoknak szólt, és rajtuk keresztül a szülőknek, ugyanis felvetült az a jogos igény a részükről, hogy főleg az elsős gyerekekkel nem tudnak mit kezdeni, illetve már óvodáskorban volt ott több óvónő is ezen az előadáson, és ők is ezt erősítik meg, hogy valami megváltozott ezeknél a gyerekeknél, nem úgy viszonyulnak, nem szándékosan, de valamire oda kellene figyelni, és ezt próbáltuk meg egy picit tudatosabbá tenni, mert én azt gondolom, hogy ahogy tavasszal is beszéltem, hogy időszerű lenne, hogy az emberek öntudatra ébredjenek az egészség területén is, tehát tudatos táplálkozás legyen. És ebben elengedhetetlen az, hogy időnként tanácsot tudjunk nekik adni, hogy melyek azok a sarokpontok, amiket be kellene tehát tartani, ez vagy pedagógusoktól oda kellene jött ez az ötlet, így van, hogy táplálkozás és viselkedés. Először. Mert hogy azt nyilván nem szabad azzal elintézni, hogy a mai gyerekek rosszabbak, így van. Én azt gondolom, 10 hogy évvel nem. Ezelőttiek, így van. De én is hallottam, hogy mégis rossz gyerekek. Másabbak, nem tudnak. De én azt gondolom, hogy ha tudatossá tesszük, akár már a terhességnél is a felkészülést a gyerekvállalásra, akár pedig születéskor, születés utáni időszakokat, akkor nagyon-nagyon sok dolgot tehetünk a gyerekeinkért, ugyanis ma már egyértelmű az, amiről beszéltünk is, hogy a viselkedés, az agynak a működése, a léleknek a működése és a belek között hatalmas összefüggés van, tehát a beleket tartják ma már a második agyunknak, és nagyon-nagyon szorosan egyszerre kell fejleszteni, vagy egyszerre kellene táplálni az agyat, illetve hozzá a belet, és nem tudjuk megmondani, hogy melyik lesz majd előbb, a bél és az agy, vagy az agy hat majd a bélre, de mindenképpen és egyszerre kell. Emlegettük Hippokratészt, hogy ő mondta ezt. Hogy a halál is a belegben kezdődik. És az egészség is. Meg az egészség és az is, egészség így is. Van. Tehát nyilván ma már nem lehet azzal elintézni a gyerekek más viselkedését és a felnőttekét is, hogy nagyobb, csak pusztán azzal, hogy nagyobb a stressz, hogy több a számítógép, ami nyilván nincs jó hatással, egy tablet meg egy telefon, főleg a kis fejletlen gyerek agyra. De hogy nem lehet ezzel elintézni, mert igenis a táplálkozásra kell ráfókuszálnunk. Tehát az első legfontosabb dolog itt is a bélflórának a szerepe lenne, mikrobiomnak hívják most már, hiszen nagyon-nagyon sok dolgot tudunk most már ezekről a baktériumokról, és többek között azt lehetett látni, hogy azoknál a gyerekeknél gyakoribb a viselkedészavar, tanulási nehézség, magatartás probléma, akik leginkább császáros babák voltak, vagy anyuka nem tudta szoptatni őket, vagy anyukának volt valami bélbetegsége, hüvelybetegsége, és eleve az ő bélflórája, a hüvelyflórája sérült. Tehát amelyik gyerek születéskor nem kapta meg a bélbaktériumokat anyukától, vagy rossz baktériumot, hát már maga a szülőcsatornában, ha átjön a baba, akkor az kellene, hogy benyelje, de ha császáros baba, akkor értelemszerűen a műtőnek a mikroklimáját, vagy mikrobaktériumflóráját fogja megkapni, illetve majd anyateljel is át fognak menni ezek a baktériumok, illetve az anyatejben vannak azok a anyagok, amelyeken tudnak majd szaporodni ezek a jótékony baktériumok. Tehát de ez a tápokban az elsődleges. A tápszerben is ma már egyre több olyan cég van, aki
megpróbál odafigyelni, hogy tegyen be baktériumokat a tápszerbe, de én azt gondolom, hogy minden természetes valójában lenne az elsődlegesen tökéletes. Persze, hogyha a probiotikumos tápszert kap a babam, mert anyuka nem tudja szoptatni, vagy más baj van, akkor azok már legalább ebbe az irányban támogatni tudják a babának a tápcsatornáját. Probléma ott van, hogy ezt is már látják, hogy ahol kevés a jótékony baktérium, ott többféle dolog sérül. Egyrészt tudjuk, hogy a baktériumoknak zöme, az tud vitaminokat termelni nekünk. Tehát fontos lenne a B-vitamin család, a B12 szerepe, a B-vitamin egyéb családja, az mind-mind-mind hatással van az idegrendszer fejlődésére. A másik pedig az, hogy ezek a baktériumok, ha nincsenek jelen, akkor úgynevezett átteresztő vagy lyukasbél szindróma lesz, és meg nem emésztett fehérje is fel tud szívódni, vagy be tudnak indulni különböző gyulladásos folyamatok, immunfolyamatok, amik hatással lehetnek akár az idegrendszerre, ingerlőkenyé válhat, vagy toxinok tudnak felszívódni, a rossz baktériumok tudnak toxinokat nem termelni. Nem beszélve az autoimmun betegségekről. Így van, tehát az is az alapja, így van, így van. Tehát egy hasonló folyamat van mögötte, nincs annyira durva, mint egy autoimmun folyamatnál, de hasonló folyamatok zajlanak le, gyulladásos folyamatok tudnak lezajlani, akár ilyen viselkedészavarok mögött is. Tehát ezért is van, hogyha valaki stresszes, tudod, akkor liftezik a gyomra, remeg a bele, és hasmenés van. Tehát egy nagyon-nagyon összetett dolog van. A másik az, hogy az bélrendszer mellett ott van a rengeteg idegsejt. Tehát azt mondják, hogy körülbelül annyi idegsejt van a beleink mentén, a hasi zsigerek mentén, mint amennyi a gerincvelőben van. És ezekhez is kell, hogy termelődjenek ingerület átvívő anyagok, például a szerotonin, a boldogsághormon. És a 95%-a a testben található boldogsághormonnak ott van. És az is megint a jótékony baktériumokhoz fog nekünk kapcsolódni, tehát kell, hogy kellő számban legyenek ott, pótolva legyenek, mert ők meghalnak időnként, ők adják a elhalt bélhámsejtek plusz a baktériumok adják a székletnek körülbelül a 60%-át, tehát azért tömeges mennyiség pusztul el, azokat mind pótolni kellene táplálékkal, amit megbeszéltünk, hogy régen benne volt, ma már a modern táplálékban nincs benne ez a jótékony baktérium, és ha ők nincsenek ott, ők lesznek még, amik adnak nekünk olyan dolgokat, amivel a felhámja a bélnyálkahártyának a felső sejtsora oda nem beviszi a vér, a tápanyagokat, hanem ezek a baktériumok fogják megetetni a nyálkahártyát. Tehát ahhoz, hogy a felszívódás, az emésztés tökéletes legyen, vitamintermelés legyen, bizonyos zsírsavakat is termelnek ők nekünk, elbontják a hisztamint, ami megint gyulladást tud csinálni a testen belül. Tehát nagyon fontos lenne, hogy épp legyen ott a bélrendszer, épp legyen az immunrendszer, és épp legyen az idegrendszer, hogy ők kellő számban, élő formában, jó minőségben, jó eloszlásban, mert több száz fajta baktérium létezik, tehát nekünk nagyon-nagyon kellene, hogy vigyázzunk a beleink épségére. Jól értem, hogy például egy kismama, még ha szoptat is, ugye jó esetben, ami egyre sajnos kevesebb, akkor sem, már az ő anya teljesen lesz olyan, hiszen ő sem 30 éves, már ő sem helyesen táplálkozik, így van. 30 éve. Tehát nyilván már a gyerek, és hát egy világra jött csecsemőnek, gondolom az első órák, napok, hetek, azok így nagyon van, fontosak. Az tehát ott már így nem van, kapja van, meg van, azokat, van, amiket van, a természet tehát ezért tanácsolja az angol száz szakirodalom például azt, hogy már a fogantatás megelőzően is kellene probiotikumot fogyasztani a kismamának. Leírja a szakirodalom például azt, hogy ha első 3 hónapban kap probiotikum pótlást egy kismama, kisebb a valószínűsége az, hogy terhesség alatt cukorbetegsége legyen a kismamának, ami megint kihatással lehet akár a babának a mentális fejlődésére is, illetve az utolsó 1 hónap minimum, inkább az utolsó 2 hónapban, ha ismételten kap probiotikumot, na akkor tud igazából vigyázni arra, hogy a hüvelye ben lévő
flóra is tökéletes legyen, illetve már készülünk arra, hogy a tejjel választásnál is ott ezek a baktériumok, ezek mindenképpen tökéletes minőségben ott legyenek az anyának a szervezetében is, mert ő fogja kölcsönadni majd a babájának. De ugye a tanítónéniktől indultunk, és akkor menjünk oda-vissza, hogy van egy elsős gyerek, vagy van egy elsős osztály, és nem bír velük a tanítónéni, mert nem tudnak már odafigyelni, és ugye ezt azért betudjuk ennek a kornak, meg a rengeteg ingernek, ma már gyerekek, tehát nyilván nem úgy mennek oda, hogy nem tudnak olvasni, de gyakorlatilag 2 éves koruktól YouTube-oznak, Facebook-oznak, ennek tudjuk be, de hát ezek szerint nem csak az, ez a bűnös. Tehát... És akkor mit tanácsolunk a 6 éves kisgyerek édesanyjának? Legelőször egy szülőértekezletet tartottunk közösen a tanítónénivel, és ott voltak a szülők, és egy nagyon-nagyon oda-vissza beszélgetés formájában derült ki az, hogy tehát mire is kellene odafigyelni. Tehát mindenhol kiderült, hogy akivel baj van, ott tényleg volt a születéskor valami trauma, vagy akár csak annyi, hogy császáros baba volt, vagy sok antibiotikumot kapott. A másik az, hogy nagyon válogattak ezek a gyerekek, tehát nem volt meg az a megfelelő kiegészítő vegyes táplálkozás, nem fogadták el vagy a húst, vagy csak szénhidrátokat fogyasztottak, és arra kezdtünk el rájönni, hogy igenis oda kellene figyelni. Tehát az egyik fontos dolog volt például pusztán az, hogy vizet igyanak. Tehát nekem ez egy nagyon-nagyon fontos. Elsősorban mindig ezzel kezdem ezeket az előadásokat, hogy a megfelelő folyadék fogyasztás. Tehát ez már óvodáskorban is. Ami víz legyen, ne cukrozott üdítőital, ne gyümölcslé, mert az megint majd a cukorháztartását megborítja. Tehát folyadék. Mindig kérem a tanítókat, tanárokat, hogy engedjék a gyereket inni. Tehát ha besűrűsödik az a vér, az agynak is a zöme víz, akkor nem fog koncentrálni a gyerek. Tehát a folyadékfogyasztás, tanítsuk meg vizet fogyasztani a gyerekeket. A másik az, hogy a cukor, a szénhidrátok. Tehát ma már én azt gondolom, hogy egy átlag ember tudja azt, hogy vannak a gyors felszívódásúak, meg a lassú felszívódású cukrok, és hogy ne fornettivel, ne ezekkel a gyors pékárukkal engedjük el a gyereket, hanem szendvicset készítsünk. Tehát mindenképpen próbáljunk meg sokféle dolgot beletenni, mert akkor lesz gyors felszívódású is, hogy az agy az mindenképpen kapjon gyorsan cukrot, de lesznek benne olyan dolgok, amik elnyújtják a felszívódást, tehát hogy egy egyenletes vércukorszint legyen, és mindenképpen ezekre is szükség van aminósavra. Tehát sok gyerek, meg most tehát már fehérjére. Divat, így van, a fehérjére, a vegán étrenden lenni. Nagyon oda kell figyelni, hogy amelyik gyerek nem eszik húst, vagy vegán étrenden van, ott vannak jó minőségű növényi fehérjepótlók, aminósav készítmények, mert az agy vagy cukorból csinál energiát, vagy pedig ezekből az aminósavakból. Tehát mindenképpen szükség van. Szükség van ezeknél a gyerekeknél az úgynevezett omega-3 zsírsavra, telítetlen zsírokra, tehát ezt is láttuk, hogy ahhoz, hogy az agy tökéletesen működjön, hogy ezek a gyulladásos folyamatok ne induljanak be, ahhoz, hogy szükségünk van omega-3 zsírsavra, de azt is látjuk, hogy nem mindegyik omega-3 zsírsav jó nekik. Mert főleg ott, ahol sérült a bélflóra, ott a növényi omega-3 zsírsavból nem fogja tudni azt az EPA, DHA mennyiséget gyártani a test, vagy nem olyan formában. Tehát nekünk tényleg lazacból, tehát ezekből a magas csúcsragadozó hidegtengeri halakból kivont omega-3 zsírsavra van szükség ilyenkor, mert azzal fogjuk elérni azt, hogy az agyban tényleg nem lesz se gyulladás, illetve elérjük azt, hogy ott a sejtmembrán, meg az agyban a pályák, azok tökéletesen tudjanak felépülni. És jön a következő, ami akármennyire vegyesen táplálkozik is egy gyerek, nem esznek elég vitamint, ásványi anyagot, amit megbeszéltünk tavasszal is, mert nincs benne a zöldségben, nincs benne a gyümölcsben, nem tudunk annyit tenni. Már lassan 100 éve nincs benne. És benne van az adalékanyag, ami egy külön téma lenne, hogy azok hogy tudnak bennünket ingerelni. És ezeket kezdtük el átnézni a szülőkkel, és megbeszéltük a tanítónőkkel, hogy odafigyelnek. Tehát megkérdezik, ha nem evett, akkor megetetik. És elkezdtük, vizet fogyasztottak, igény szerint órán is ihattak,
és szendvicset raktak oda a szülők. És képzeld el, mellette elfogadták azt, hogy vitamint pótolunk minőségi zöldséggyümölcs kivonatból, pótoltuk ezeket az omega-3 zsírsavakat, pótoltuk a probiotikumot mindenképp, és ott, ahol nagyon-nagyon erőteljes volt a vitaminhiány, vagy pedig jelentős volt a figyelemhiány, ott adtunk egy kis mélypempőt. A mélypempő, tudod, az anyakirálynőnek a tápláléka, több mint 300 hatóanyag van benne, a B-vitamin család teljes komplex, amiért nagyon szeretem, és rengeteg aminósav, és a gyerekek is tudják fogyasztani, tehát bátran tudjuk odaadni. És az volt a tapasztalat, ami igazából számomra a nagyon pozitív élmény, hogy a gyerek elkezdett érdemjegyekben javulni, és a magatartása is javulni. Tehát azzal, hogy tényleg figyeltek arra a szülők, hogy megfelelő minőségű táplálékot küldött a gyerekkel otthon is, ennek megfelelően főzött, tehát nem gyors éttermi ételeket ettek, és a tanítónő részéről is volt egyfajta tolerancia. Ez mennyi idő volt ez a... Ez pár hónap. Tehát nagyon-nagyon látványos, sok esetben már 30 nap után visszajeleznek, hogy valami elindult. És arra kell majd mindig figyelni, hogy ezért kell a szülőnek a nagyon szoros együttműködéseit, és az őszintesség, ezért mondtam ezt a szót, hogy öntudatra ébredése, hogy tudatosak vagyunk. Mert ha a gyerek nem eszi, akkor lehet, hogy ha nem eszik halat, nem eszik húsféléket, nem eszik zsiradékot, akkor egy picit több halolajat kell odaadni. Tehát már vannak visszajelzéseink, hogy milyen típusú étkezési szokás mellett miből mennyit kell visszapótolni, és nagyon-nagyon szépen az a jó, épp egy másik helyről is visszakaptam, hogy a gyerekek, mikor megérzik ennek a jótékony hatását, elkezdenek ők tudatossá válni, és tudják, hogy nekik miből kell többet. Hogy hol a zöldséggyümölcs kivonat kell, mert vitamin hiánya van, hol egy picit a halolajból kell többet bevinni, és ha a szülő együttműködik a gyerekkel, odafigyel, akkor látványos dolgokat tudunk elérni. Hát és gondolom, ugyanez igaz a szülőkre is. Tehát ugyanez, a felnőtteknek így van, és tehát, oda kéne figyelni. Tudod, ezek mind-mind-mind én azt gondolom, hogy nem genetikailag van meghatározva a betegség, hanem oké, lehet ott van a rossz genetika, de a kultúrát, a táplálkozási kultúrát fogjuk mi igazából örökíteni. Hát én a genetikáról mindig azt gondolom, és nyilván én nem vagyok szakértő, de hogy könnyen elcsúszunk azon, hogy genetikának gondoljuk azt, ami ős családi szokás. Így tehát van, már az apám is, van, anyám is, nagyapám van. Is, nagyanyám is ezt csinálta, akkor ez most már genetika így. A fenét átöröklött rossz szokás. De a tejet említetted kifejezetten, ami most már hát nem is népbetegség, több annál, hogy nem bírjuk a nagyon sokan a mai tejet, és mielőtt elkezdtük a beszélgetést a stúdióban, mi már azért erről beszéltünk, hogy viszont a tejjel bekerülne minden ez nem probiotikum. Így igaz most már. Tehát azzal a tejjel, amit száz éve tejnek ismertünk. Ami régen tej volt, tehát akkor a teheneket, szarvasmarhákat szálas takarmányon tartották, legeltették. Teljesen más volt a körülmény, és mivel ők másképp táplálkoztak, más volt a tejnek az összetétele is. És most már ez a rendszerváltás utáni tej, ez már bement a fehérmérek kategóriájába. Tehát a tej, a finomított liszt, finomított cukor, ezek mind-mind gyulladás provokáló anyagokat tartalmaznak, és a tejjel is ez a probléma, hogy ez se már a szarvasmarháknak a tartása nem ugyanaz, ezért a tej összetételesen. Ráadásul szegények már tele vannak tömve antibiotikummal. Így van, meg hormonokkal, tehát, meg egyéb és dolgokkal. És akkor mi is, és akkor nekünk, ha meg tényleg van valami bajunk, már az antibiotikum a másik viszont nem tudod használ. Az, hogy amit a boltban megveszel, az nem tej. Tehát annak már, ha visszaemlékszel gyerekkorunkban, 3 napos szavatossági idejű tejek voltak. Ami megmaradt, azt abból tudtunk aludtejet csinálni, vagy túrót csinálni, hát ezt most már nem tudjuk megcsinálni, mert most már másképp gyártják ezeket a palackozott tejeket, ezzel nem tudjuk ugyanazt megcsinálni. Másik probléma ott van, hogyha nincs bélbaktérium, már pedig azokban a tejekben nincs benne a baktérium úgy, mint a régi tejben, akkor megint ott vagyunk, ha lyukasbél szindróma van, kevés a jótékony baktérium, akkor a tejben lévő fehérje
az bontatlanul fel tud szívódni, és leginkább a lisztben lévő fehérje, a glutén, illetve a tejben lévő fehérje, a kazein lesz az majd, ami ha felszívódik emésztetlen formában, na azt tudja igazából ingerelni az agyat. Tehát itt már volt sok-sok tanulmány, akár az autizmusnál, fiatalkori skizofréniánál, egyéb tikkelő gyerekeknél, meg egyéb ilyen viselkedészavaros gyerekeknél, hogy egyértelműen kimutatható, hogy ez a két fehérje az, amit ha nagyon gyorsan megvonunk, például ezektől a gyerekektől, tehát nem kap tejet, nem kap lisztes dolgokat, nem kap gluténtartalmú étrendet, akkor nagyon gyorsan látványos a fejlődés náluk, pusztán azért, mert megvontuk őket. Persze vissza kell pótolni még a sérült bélfal miatt. Örülök is, hogy mondtad ugye a glutén mellett a kazeint, mert egyébként nagyon sokan azt mondják, hogy persze, te érzékeny vagyok, ezért mindent laktózmenteset veszek. Hát a kettő és csodálkozom rajta, hogy a tejben nem csak laktóz van, hanem a kazein laktóz is. A laktóz a cukor, a kazein meg fehérje. Tehát a laktózmentes tej az csak annyit jelent, hogy betettek egy laktózt bontani tudó enzimet abba a flakonba, és de egyébként ugyanaz az összetétele, mint a laktóz tartalmazó tejnek. Tehát nem itt van a probléma. Tehát a laktózmentesség is, vagy a laktózintolerancia is megint probiotikum hiány, tehát vissza kellene pótolni ezeket a baktériumokat, amik termelik nekünk a laktóz. Tehát mindenképp táplálapkiegész, ezek mindig oda jutunk, hogy azokra szükség van. Tehát így van, táplálkozni nem is kellene, illetve a másik, tudod, ami megint, amiről beszéltél, hogy a stressz, akár óvodáskorban, meg a felnőtt korban is, tehát a másik az, hogy a stressztűrő képességünket kellene egy picit növelni, mert a stressz is hatással lesz a beleinkre. Tehát amit beszéltünk, a gyomorideg liftezik a gyomra az embernek, elindulnak olyan folyamatok, ami nem kellene, és érzékenyek a jótékony baktériumok is a stresszre, elpusztulnak. És be fog indítani egy ilyen, azt írtam, vagy mondtam az előadásomban, hogy minden mindennel összefügg. Tehát egyre több a felnőttekre, ha visszatérünk, a stressz miatti emésztési zavar, és csinálunk egy krónikus fáradtságot, egy krónikus mellékvesek kérek kifáradást, ami majd a későbbiekben oda tud vezetni, hogy lesz egy krónikus gyulladás, ami majd megint elvezethet bennünket egy autoimmun folyamathoz. Tehát ezért kellene tényleg tudatossá válni, nagyon-nagyon összegyűjteni az információkat. És egy utolsó gondolat ehhez a blokkhoz, hogy én azt gondolom, hogy sok esetben azt gondoljuk, hogy nagyon összetett és nagyon bonyolult az, hogy mit kell tenni az egészségért, közben pedig a testünk egy irtózatosan csoda, tehát egy nagyon egyszerű, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon összetett folyamatoknak az eredménye vagyunk, és én azt gondolom, hogy ha valaki, aki figyeli majd ezt az előadást, vagy egy picit tudatosan elindul az étrend irányába, vagy étrend kiegészítés irányába is, mert ebben is megállapodhatunk, hogy ma a 21. században nincs helyes étrend, étrend kiegészítők nélkül, akkor arra fog rájönni, hogy annyira kell tudatossá tenni csak magunkat, meg annyi információ kell csak, hogy mi az, amit mindenképp tartalmazzon az étrendünk. Igen. És abból majd válogat a test, és maga a csoda, és akkor nagyon egyszerű egészségesnek lenni. Na, hát szerintem végezetül gondolva azokra, akik még nem foreveröznek, mert ugye kétféle ember van, az egyik foreverözik, a másik meg fog, bízunk ebben. Tehát aki látja ezt a beszélgetést, és nyilván sokan fogják, de még mondjuk nem ismerik a termékeinket, soroljuk már föl, hogy az ide vonatkozó milyen termékeket ajánlunk akkor azoknak. Hát én mindenképp azt mondom, hogy probiotikum. Tehát ez az első. Maga az aloe növény, az nem semmiért hívták az oroszok csendes gyógyítónak, mert annyira sok összetevője van, annyira sokféle sejt, építő anyagot tartalmaz, tehát én mindenképp az aloe növény bármelyik formáját tudom tanácsolni. Valamelyik vitamin készítményt, ami rossz szó, tehát zöldség-gyümölcs kivonatos készítményünket, akár a gyerekeknek szánt, akár a felnőtteknek szánt, akár a tablettásokat, akár a folyadékokat, az a lényeg, sokféle zöldséget, gyümölcsöt tartalmazzon. Én mindenképp szeretem a halolajat.
Tehát mivel lazacból van kivonva elsősorban, ott van háromféle hal benne, és mellette az olívaolaj, kész EPA-t, DHA-t tartalmaz, látványos az, ahogyan be tudja építeni a testbe, tehát halolajat mindenképp, és én mindenképp annak vagyok a híve, hogy ásványi anyagokat is. Tehát a tengeri ásványi üledék az egy kiváló, mert szerves kötésben van, és ami a zseniális benne, hogy ha valaki utána néz mondjuk a csontnak az élettanának, hogy ott milyen arányokban mi van benne, na pont azt tartalmazza, hiszen a tengerben valaha élt állatok, növényeknek a maradványa található meg az ásványi üledékben, ugyanaz az arány, ugyanaz az összetétel és ugyanabban a kötésben. Úgyhogy én ezeket szoktam favorizálni, és a visszajelzések is azok, illetve a mépempőt. A visszajelzések is azok, hogy ezekkel tényleg úgy tudjuk kiegészíteni a táplálkozást, ahogyan ki szeretnénk egészíteni, de visszatérve arra, hogy nagyon fontos a tudatos, rendes táplálkozás, rendes étrend is, tehát főzni kellene lehetőség szerint kerülni mindent, ami kész étel, minden, ami félkész étel, és megválogatni az alapanyagokat is. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.